gyilkos ösztön kerítette hatalmába. Halálos ellenségeivé váltak a családtagok, ezért döntött úgy, hogy megöli a rokonait. Ezt mondta vallomásában a brutális bűncselekmény gyanúsítottja. Gyomorrontása van. Már szerdán meghalt a gyilkosság sorozat első áldozata. A testvérpár egy nemrég vásárolt nyílpuskát akart kipróbálni a házuk mögötti romos épületben, amikor az öccse egy késsel hátulról megszúrta bátyját. Miután a fiatalember meggyőződött arról, hogy meghalt a testvére, ott hagyta a holttestet, és hazament átöltözni. A családtagoknak pedig kitalált egy történetet, hogy miért nem találkoznak a báttyal, és hogy mi történt vele, azt mondta nekik, hogy gyomorrontása van, és hogy ezért nem jön le a közös étkezésekre, és hogy ezért nem látják a házban, mert hogy bezárkózott a szobájába. A gyilkosság sorozatot csütörtökön nagyszülei megölésével folytatta az elkövető, nagypapáját a könyvtár szobában egy rugós késsel, nagymamáját pedig a hálószobájában egy disznóülő késsel végezte ki. A kegyetlen férfi eredeti elképzelése az volt, hogy szüleivel és nővérével áramütéssel végez. Azonban hiába vezette be az emeleti ajtók kilincseibe az áramot, terve mégsem sikerült. Ezután rátámadt a lány testvérére, akinek kiabálására felfigyeltek a szülők is. Apa és fia között dulakodás alakult ki, előkerült a bozótvágók is, amely végül megölte az édesapát, az édesanyját pedig súlyosan megsebesítette. Itt a Fejér megyei Szent György kórházban ápolják azt a férfit, akit a gyilkos nővére értesített telefonon, miután szülei a segítségére siettek. A nő Rátszalmási barátja életet akart menteni, ezért először a rendőrségen tett bejelentést, majd azonnal a házhoz sietett, ahol az elkövető őt is megtámadta. Neki sikerült elmenekülnie. A legsúlyosabb sérülés egyébként a kezén van, a mutató, bal kéz mutató és hüvelykujján vágta el, ahol a macsét olyan erővel sújtott le, hogy a csontokat is átvágta, ezt meg kellett operálni. A férfit megműtötték, és a körülményekhez képest jól van, ugyanúgy, mint a Dunaújvárosban ápolt nővér is. A rendőrség nagy valószínűséggel az ő kihallgatásukkal folytatja a nyomozást. Az édesanyja állapota továbbra is kritikus.